Második alkalommal szervez a Kiskörösi NKSZ-es Zsubori Zoltán emlékére emléktornát. Kiket hívtatok az idén vendégnek, ellenfélnek? Kalocsát, Kiskunhalast és Kecskemétet, tehát a serdülő harmadosztályban játszunk, és ott ezek a csapatok az ellenfeleink, őket hívtuk meg. Ez tulajdonképpen nem csak emléktorna, hanem egy felkészülési torna is, ugye? Mikor indul a bajnokság, hogy áll a felkészülés? Igen, hát a felkészülés elején vagyunk, tehát egyelőre még állóképességfejlesztés van, erősítünk, sokat labdával is valamennyit dolgozunk, de egyetlen edzésünk volt a tegnapi, amikor készültünk a mai tornára. Ez azt hiszem látszik is a lányokon, nyilván nem vagyunk csúcsformában, ez látszott, de hát itt tartunk a felkészülésben, de gondolom az ellenfelek is. Hát az eredmények ezt támasztják alá, mert hogy magabiztos győzelem lett eddig mind a két mérkőzésen. Egy kicsit értéked az első, illetve a második találkozót. Igen, mindkét mérkőzésen nehezen kezdtünk, rosszul kezdtünk. Az első mérkőzésen a Kalocsát 14 hétre vertük, egy küzdelmes mérkőzésen. Végig mi vezettünk, de nem tudtunk elhúzni 4-5 góllal, ahogy azért én terveztem. Hát a Kalocsa is küzdött, ők is igyekeztek, gondolom egy szoros mérkőzést akartak játszani. Az ellenfelek is ugyanúgy egyébként a felkészülés közepén tartanak, ahogy mi. Nyilván lendületből jövünk erre a tornára, játszunk egyet, aztán folytatjuk majd a felkészülést. De ott is láttam szép dolgokat. Az első mérkőzés, tehát a Kalocsa elleni meccsen, az első fél időben 6 vagy 7 technikai hibánk volt, tehát a szünetben mondtam is a lányoknak, hogy gyerekek, ebből azért legyen kevesebb. Nyilván 1-2 lehet bármikor, a nagyoknál is, 3-4 lehet főleg ilyenkor a felkészülés közben, de azért ne legyen túl sok, és a második fél időre ott is rendezettebb volt a játék. Na most a Kecskemét ellen annyiban volt más a történet, a játék képe, hogy a Kecskemét elhúzott és eladott labdáinkból, persze, és mindig egy-egy góllal ők vezettek, mentünk az eredmény után, aztán amikor megnyugodtunk, átvettük a vezetést, és attól kezdve már csak a végeredmény volt kérdéses, de még mielőtt a kedves nézők azt hiszik, hogy itt szuper játékkal rettenetes nagy győzelmeket arattunk, hát a Kecskemétet nem tudom, körülbelül 10 góllal vertük meg, az rendben is van, de a mutatott játékkal én nem vagyok elégedett, tehát azért látszik, hogy hol kell még dolgozni, de hát azt tudni kell erről a serdülő csapatról, hogy teljesen átalakult. A tavalyi kiváló serdülő csapatunkból 6 játékos elment, most újraépítettük a csapatot. Ezen a mérkőzésen, illetve ezen a tornán két darab átlövőn maradt, mindkettő sérült, úgyhogy átlövő nélkül játsszuk le ezt a tornát. Schisler Hanna, aki egyébként egy nagyon jó balszélső, ő játszik átlövőt, de hát neki szokatlan egy kicsit. Mindegy, most ez a kiskörösi serdülőcsapat, ezt kell szeretni, ezzel dolgozunk, majd igyekszünk, hogy minél jobbak legyünk. Nem tisztem védeni a lányokat, de hát azért például a kapus az a második fél időben most a Kecskemét elleni meccsen, ha én jól emlékszem, egy gólt engedett be, tehát szinte teljesen lehúzta a rolót, és a védekezésben azért voltak biztató jelek. Igen, a Kata jól védett, valóban jól védett, és mi edzők hajlamosak vagyunk egy kicsit, hogy először mindig a problémát beszéljük meg meccs közbe, szünetbe, mert ami jó volt, az ugye az működik, de utána edzésen, amikor eltelik egy-két nap, nyilván a jó dolgokat is kiemeljük, meg amikor a következő mérkőzésről beszélünk, akkor is azért a pozitív dolgokat is elmondjuk, miből lehetne többet csinálni, miből lehetne próbálkozni. Bajnokságban hogy áll ez a csapat? Harmadikak vagyunk. Ez a Kiskunhalas, akivel most fogunk játszani, ők a másodikak. Megvertek minket 5 góllal. Hát szerintem valamivel jobb csapat, mint így, főleg, hogy a két átlövőm sérült, tehát így ettől kezdve biztos, hogy jobbak, de hát mondtam a lányoknak, hogy teljesen mindegy, mi az eredmény, igyekezzünk a meccsben maradni minél tovább, elmondtam nekik, hogy ez konkrétan 3-4 gólt jelent, maximum 5-öt, akkor az annyit jelenti, hogy azért a meccsben vagyunk, és egy jó kis mérkőzés sikerül játszani, a játék legyen egy kicsit jobb, és akkor semmi gond, tehát nem kell nekünk itt minden áron minden meccset megnyerni. Most is úgy látszik, hogy ez a halasi csapat, ez jobb lesz. Majd ugye arról beszéltünk itt a riport elején, hogy minden csapat a felkészülés elején jár. Gondolom ez az
öt gólos vereség az a bajnokságban történt. Igen, az öt gólos vereség a bajnokságban történt. Nagyon jó meccset játszottunk velük. Fél időben még 5-4-re mi vezettünk. Aztán 18-13-ra kikaptunk, kevés gólt lőttünk. A két átlövőnk ott is sérült volt, és hát átlövő nélkül nehéz. Egy bizonyos szint után már betörésből nem lehet nagyon sok gólt lőni. Valamennyit lehet, de azért ahhoz, hogy mérkőzést tudjunk nyerni, ahhoz kell szélső játék, beálló játék, irányító játék, átlövő játék, ez elengedhetetlen. Mikor kezdődik a bajnokság, és várhatóan addigra lesz-e hadrafogható átlövő? Szerintem nem lesz hadrafogható átlövőm. Mikor kezdődik a bajnokság, március előbb elkezdődik, de az első két fordulóban nem játszunk. Márciusban, nem tudom, 10-e körül kezdünk talán, vagy 3-án, vagy 10-én. Visszatérve a mai tornára, úgy, hogyha összességében nézed, milyennek látod a színvonalát. Mindenkinél ez az edzés elejé forma, vagy az alapozás időszaka látszik? Igen, minden csapatnál látszik az alapozás. Tudjuk azt, tehát közösen gondolom ugyanúgy haladunk, ugyanúgy a metodika szerint, tehát az ellenfelek is ott tartanak, ahol mi, viszont a játék lehetőségnek örülni kell, hogy eljön ide egy délelőtt valaki, egy fél napra, és akkor lejátszik három mérkőzést. Ezt a lányok szeretnek játszani, nem csak mindig edzeni, úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitív dolog. Az eredményhirdetést hogy tervezitek majd? Milyen külön díjakat adtok ki? Milyen díjakat? Hát külön díjakat kap a legjobb játékos, a legjobb góllövő, a legjobb kapus, és a legjobb hazai játékosnak is adunk egy külön díjat. Rögtön, ahogy vége van az utolsó mérkőzésnek, az edző kollégákkal majd együtt, közösen 5 perc alatt eldöntjük, hogy kik fogják kapni, és akkor attól kezdve jöhet az eredményhirdetés.